Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Az idei karácsony más volt, mint az eddigiek. Sokan családjuktól távol ünnepeltek. Vannak közöttük olyanok, akik már hónapok óta nem találkoztak szeretteikkel. Milyen lelki folyamatokat indíthat el az egyedüllét, a bezártság, és hogyan tudunk mentálisan is egészségesek maradni a legnehezebb helyzetekben? Ezekről is kérdezem vendégemet, Berényi András klinikai és addiktológia szakpszichológust. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Így van, ahogy a felvezetőben is említettem, sokan valóban már hónapok óta egyedül vannak és bezárva, és távol a szeretteiktől. A legfontosabb kérdés talán most az, hogy milyen lelki útravalót tud ezeknek az embereknek adni, mi segíthet most ebben a helyzetben? Azt gondolom, hogy eleve már nagyon fontos, hogy beszélünk erről, hiszen nagyon sok ember magában nem tud ezekről a kérdésekről beszélni. Ugye élő szónak, a találkozásnak nagyon fontos szerepe van az ember életében. És nagyon fontos, hogy azokkal találkozunk, akik számunkra fontosak. És tényleg most ez az időszak ezeket a lehetőségeket nagyon beszabályozta. És úgy gondolom, hogy fontos azt is tisztázni, hogy ezek a döntések is értünk vannak, viszont nagyon gyakran a lelki folyamatok és a racionális döntés egy feszültséget él meg. Azt szoktuk mondani, lélektanilag a legnagyobb probléma az, amikor az ember nem tudja kiadni magából ezeket az érzéseket, viszont úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben most a technikai eszközök lehetnek a segítségünkre, a telefon, a különböző kommunikációs eszközök, hogy annak ellenére, hogy fizikailag nincs valaki jelen, mégis tudunk kommunikálni, elmondani érzéseket, tapasztalatokat, történéseket, meg tudjuk osztani például a magányunkat, vagy alapvetően tudom azt, hogy van, aki gondol rám, vagy van, aki fel fog hívni, vagy fog rólam gondoskodni, hiszen azért ne feledkezzünk el, hogy itt nem csak a természetes támogató rendszerekről beszélünk, hiszen vannak olyan civil szervezetek, karitatív, szociális szervezetek, szolgálatok, akik ilyenkor az egyedül lévőket is támogatják, látogatják. Egyébként tehetünk egyenlő jelet az online kapcsolattartás, illetve a személyes kapcsolattartás közé, vagy tudja ezt tényleg olyan szinten kárpótolni, az online kapcsolattartás? A puszit és az ölelés? Igen, hát azt gondolom, hogy természetesen nem. És ugye a puszi és az ölelés az még egy másik kategória, hiszen a születésétől kezdve a testi közelség nagyon fontos számunkra. És azt szoktuk mondani, hogy igenis a bőrnek az érintése egy nagyon-nagyon fontos élettani szükségletünk. A szónál is, a szóhoz képest is másképpen hat ránk. De hát én úgy gondolom, hogy az online ezt nem tudja pótolni, de mégis egy kapcsolat. Vagyis úgy szoktam fogalmazni, hogy nem ideális, nem az igazi, de több annál, hogy egyáltalán nincs kapcsolatban a másikkal, vagyis nem tudja pótolni, de mégis egy fajta lehetőség arra, hogy lássuk egymást, hogy halljam a másiknak a hangját, hogy én is el tudjam mondani azokat a benyomásokat, érzéseket. Itt azért hangsúlyozom az érzéseket, mert persze megkérdezzük azt, hogy mit vásároljak, mit vegyek a másiknak, de azt is megkérdezni, hogy érzi magát, és nem ez az általános kérdés, hogy utána már rögtön megyünk tovább egy következő témára, hanem hogy megkérdezni, hogy el tudja mondani, hogy milyen ez a helyzet, milyen ez az állapot, hogy tényleg megérezze azt, hogy kíváncsiak vagyunk rá, és hogy ha nem is tudunk fizikálisan jelen lenni, de érdekel a sorsa, és hogy igyekszünk, amit lehet akár felajánlani azt a segítséget, amit lehet, hogy a másik nem fog igénybe venni, de mégis érzi azt, hogy valaki gondol rá. Mit gondol egyébként, felértékelődtek most a személyes találkozások? Lehet mondjuk gyógyító ereje tényleg a puszinak és az ölelésnek sok-sok hónap után, hiszen tegnap ugye elkezdődött az egészségügyi dolgozók vakcinázása, remélhetőleg hamarosan elkezdődik a tömeges oltás is, és tényleg eljön az az időszak, amikor akár egy év után is újra megölelhetünk valakit. Hát azt kell mondanom, hogy nem tudom. Vagyis, hogy alapvetően, ha a vírusjárvány előtt beszélünk erről, akkor azt mondom, hogy nem lehet ölelés és puszi nélkül élni.
Lehet. Valamilyen módon lehet. És hogy még én is úgy gondolom, és ahogy a kollégákkal is beszéljük, hogy hát ez is egy nagy kérdés, hogy ez nem fog elmúlni nyomtalanul. Lehet, hogy új kommunikációs módok alakulnak ki. Lehet, hogy újra bizalmat kell adjunk egymásnak az öleléshez, a puszihoz, mert lehet, hogy én már úgy érzem, hogy vége a járványnak, de mi van, hogyha másik még bizonytalan, vagy félelmei vannak. Ugye ez az, ami más tapasztalat, hogy hogyan éljük meg ugyanazt a helyzetet. Ezt bizonyára mindnyájan tapasztaljuk, hogy van, aki nagyon nem törődik ezekkel a körülményekkel, van, aki bizonyos szempontokból törődik, és van, aki kifejezetten fél, vagyis, hogy amikor már esetleg ki is jöhetne a hajlékából, még akkor sem teszi, mert annyira tart a következményeitől. Vagyis alapvetően úgy gondolom, hogy azért vagyunk sajátos helyzetben, mert nagyon hasonló helyzetet még a szakemberek sem értek át, vannak már bizonyos kutatások, de ezek nagyon sok esetben még csak feltételezések. Sokaknál érzem azt, meg szerintem érzékeljük mindannyian, hogy nagyon lehangoltak. Mikor érdemes segítségért fordulni, akár szakemberhez fordulni, hogy ne érjük el a depresszió küszöbét? Azért gondolom ezt, hogy érdemes erről beszélni, mert a környezetben elég gyakran lehet hallani ezt a kifejezést, hogy depresszió vagy depis vagyok, és ez nagyon fontos tisztázni, hogy természetesen van egy hangulati ingadozásunk, egy reggeli felkelés, egy délutáni fáradtság, vagyis ez érthető, hogy nem mindig vagyunk nagyon jó hangulatban. Azt is el kell mondani, hogy természetesen a járvány az megterheli az embert pszichésen, és akinek nagyobb hajlama van a hangulati nehézségekre, problémákra, ez felerősíti. Alapvetően én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy tünet együttes a depresszív állapot, és ugye ennek megfelelő pszichiátriai feltételei vannak. Én, ha most így a röviden összefoglalnám, amikor nem tudom a hangulatom miatt megtenni azokat az alapvető mindennapi feladatokat, amit eddig megtettem, hogy fel kell kelni az ágyból, hogy bizonyos tekintetben el kell végezni a feladatomat. Biztos, hogy van, amikor nem jó kedvel tesszük ezeket, de érezzük, hogy ezt nekem meg kell tenni. Természetesen a bezártság és az, hogy a napi rendünk nem úgy alakul, mint eddig, ez felerősítheti ezeket az érzéseket, de ez egy jel, hogy amikor a hangulatomból adódóan meg tudnám tenni, fizikailag nem vagyok korlátozva, de mégsem teszem meg, mert annyira mélyen van a hangulatom. A másik pedig az alvásnak a felborulása, amikor vagy nagyon sokat alszunk, pedig úgy tűnik, hogy nem indokolt, vagy korán felébredünk és nem tudunk vissza aludni, vagyis ez a két jel az el kell gondolkoztasson, és ilyen esetekben én mindenképpen azt gondolom, hogy szakemberhez kell fordulni. A hangulatnak a hosszan lent léte, illetve az, hogy a napi feladatainkat emiatt nem végezzük el, az is lehet például, hogy nem hívjuk fel az ismerősünket, mert olyan hangulaton van, vagy például valaki ezért nem eszik. Ezek mind olyan jelek, amelyekre mindenképpen oda kell figyelni, és szakembernek a segítségét kell igényelni. Nehéz és elkeserítő helyzetekben többen hajlamosak sajnos addiktívvel válni, kábítószerekhez, alkoholhoz nyúlnak. Mit üzenne, hogy ezt miért ne tegyék meg azok, akik hajlandóságot éreznek? Én azt gondolom, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol ezek a, főleg ugye az alkoholfogyasztás eléggé elfogadott, ha csak az ünneplési szokásainkra gondolunk. Itt inkább akkor kell erre figyelni, amikor a hangulatunkat igyekezünk az alkohollal, de ide sorolnám a gyógyszereknek a bizonyos csoportjait is, befolyásolni. És amikor úgy érzem, hogy olyan állapotba kerülök, amikor vagy lehangolt vagyok, vagy olyan gondolataim vannak, vagy a stressz olyan erősen jelentkezik, hogy ezekkel az anyagokkal igyekszem ezt oldani, pedig ha belegondolunk, egy jó baráti beszélgetés, vagy az ismerősökkel folytatott találkozás, ez mindenképpen segíthet. Ilyen esetben, ugye amikor bezártságban van az ember, ezek felerősödhetnek.
illetve én úgy gondolom, hogy a környezetnek is nagy szerepe van, hogyha ezt tapasztalja, hogy jelzéssel legyen. Nagyon sokszor elnézzük az ismerősöknek, munkatársaknak, hogy ilyen gondjai vannak. Erre fel kell hívni a figyelmet, hogy aggódunk érte, és hogy szeretnénk ebben úgy segíteni, hogy megfelelő segítőhöz forduljunk, akár közösen is. Szívből reméljük, hogy most már hamarosan semmi akadálya nem lesz a személyes találkozásoknak, az öleléseknek és a pusziknak. Berényi András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és boldog új évet kívánok. Én is viszont kívánok, köszönöm szépen. Köszönjük szépen.